a város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják, köszöntöm nézőinket! Ma van a Magyar Szentek Emléknapja. November 16-án azokat a szenteket ünnepeljük, akiknek az erekjét magyar templomokban tisztelik, és azokat a szenteket, akiknek nincsen külön ünnepük, de itt éltek magyar földön, akár a honfoglalás előtt vagy után. Vannak köztük olyanok, akiket a napi kegyelet és az emlékezetet meghaladó kultusz övezi, de köztük vannak a hétköznapok ismeretlen hősei, szentjei, a mindennapok vértanúi. Ma ülésezett Pécs megyei jogváros képviselőtestülete. A napirendi javaslatban 28 előterjesztés szerepelt. A városagyák munkájáról Szijjártó Ildikó készített összefoglalót. A közgyűlés levette napirendjéről a helyi autóbusz közlekedés viteldíjainak változásáról szóló előterjesztést. Az emelésről a következő közgyűlésen döntenek. Az viszont már biztos, hogy január 1-től 10,3%-kal emelkednek a kéményseprés díjai. A testület döntött az állandó bizottságok szakértőinek megválasztásáról, és egy együttműködési megállapodást kötöttek a vízügyi igazgatósággal a Tettyei Vóvízbázis vizsgálatára. Jóváhagyták azt a városfejlesztési és opciós szerződést, mely a Rákóczi út, Bajcsy-Zsilinszky út, Nagy Lajos és Alsómalom utca által határolt területen zajló beruházásokkal párhuzamosan a területek rendezését és fejlesztését is garantálja. A közgyűlés igent mondott a Jókai tér rekonstrukciójára, s vállalta a költségvetési háttér biztosítását, mintegy 60 millió forintot. A tervek szerint 2001. augusztusára készül el a Pécsi Művészcsoport által megálmodott tér, melyhez a Milleniumi Kormánybiztos Hivatalának támogatására 28 millió forintra is számíthatnak. A továbbiakban gyógyszertárak bérbeadásáról, kisebb ingatlanok értékesítéséről, pályázatokról határoztak a képviselők, s napirendre került a Dozsó Művelődési Ház értékesítése is. A döntést azonban elhalasztották a november 30-ai közgyűlésre. A nyilvános ülés végén kulturális közművelődési kérdésekről tárgyalt a testület. Elfogadták azt a társasági szerződést, mely rögzíti a Pécsi Színházi Fesztivál KHT megalapítását. Így a jövő évtől kezdődően Pécs lesz a helyszíne az országos színházi találkozónak. KHT-vá alakul a Pécsi harmadik színház is. A társaság alapító okiratát és támogatási szerződését is elfogadta a testület, mely a továbbiakban zárt ülésen folytatta munkáját. Ülést tartott ma a közgyűlés jogi és ügyrendi bizottsága is. A testület a közgyűlés megkezdése előtt ült össze a városházán, és a mai közgyűlés napirendi pontjainak kiegészítésére tett javaslatot. Soron következő ülését tartotta Pécs-Pécsbánya telepű településrészi önkormányzat. A napirendi pontok között a járdaépítés és az árottisztítás megvalósítása is szerepelt. A Pécsbánya telepi település részi önkormányzat testülete elsőként a Rákos Lajos úti járdaépítéshez nyújtandó rész önkormányzati hozzájárulás mértékéről döntött. A járdára azért van szükség, mivel a Május egy utca részéről rengeteg gyerek jár iskolába, és a buszmegállóhoz abszolút semmiféle járda nincs, pontosan egy nagy kanyar van ott is, általában elég sebesen járnak ott a gépkocsik, úgyhogy van, ami télen a gyerekeknek be kell ugrálni az árokba, hogy ne üssék el őket. Vállalkozókkal megegyeztünk, és hát a részönkormányzati tagoknak a hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy 150 ezer forintot költsünk mi is erre. 150-et pedig a közüzemi RT ad, és 300-at pedig a bizottsági keretünkből áldozunk erre. A közös összefogás eredményeként még idén megvalósulhat a hármas híd környékén élők nagyobb biztonságát szolgáló 110 méteres járda. Szintén még ebben az évben megkezdődik a település rész árkainak tisztítása, amire csaknem 800 ezer forintot költ a testület. A közüzemi RT-vel történő egyeztetés után elsőként a Zöldelő utcában és a Gőzmalomnál tisztítják majd meg az árkokat. Ez év január 1-től 20 ezer lakcímigazolványt és 10 ezer útlevelet adtak ki a pécsi okmányirodában. November 1-e óta a kamarák helyett itt intézik a vállalkozói igazolványa kiadását és nyilvántartását. Az átállást sikeresnek ítélte a hivatal vezetője. Az új feladatra történő felkészülés már november 1-e előtt megkezdődött. A kamarától átkerült 9200 vállalkozó irata, a hivatali ügyintézőket távoktatás keretében továbbképezték. Gondot jelent azonban, hogy a számítógépes regisztrációs rendszer még nem készült el.
jelenleg csak az új vállalkozói igazolványok kiadásával kapcsolatban tudunk érdemben eljárni. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint napokon belül megoldódik a programhiba, amelynek következtében jelenleg nem tudják a módosításokat, változásokat regisztrálni. Ugyanakkor folytatódik az okmányiroda bővítése. Megkezdődtek a felújítási munkálatok abban a részben, ahol január 1-től a vezetői engedélyek kiadásával is foglalkozó közlekedés-igazgatási részleg működik majd. Először is a technikai feltételek megteremtése folyik most, illetőleg hát a munkatársak felvétele megtörtént részbe. Erre a munkára tervezett kollégák már jelenleg a Városi Rendőrkapitányság gyakorlatban próbálják elsajátítani a alapvető tudnivalókat. A szivacsos agysorvadás kapcsán, amely egyes feltételezések szerint a szarvasmarhák húsának fogyasztása révén betegíti meg az embert, az érdeklődés elitterbe kerültek, és világszerte félelmet keltenek az állatról emberre terjedő betegségek. Három napon át Pécs ad otthont a Magyar Zoonózis Társaság tudományos ülésének. Az orvostudomány ma több mint 200 olyan betegséget ismer, mely állatról emberre, illetve emberről állatra terjed. Ezeket szaknyelven zoonózisnak nevezik. Magyarországon 1993-ban alakult a Magyar Zoonózis Társaság, mely humán és állatorvosokat, gyógyszerészeket és biológusokat foglal magába. A mi alapcélunk az, hogy tájékoztatás, és nem kívánva arról, hogy szakmai tudományos üléseket rendezünk. A két társaság, állatorvos és orvos társadalom a ma ismert tudományos nézeteket itt közös fórumon egyezteti, és ezeket rendszeresen mi továbbadjunk. A társaságnak van egy kiadványa, amit 4-500 példányban rendszeresen eljutatunk az ANTS-ekhez, az Állategészségügyi és Élelmiszer ellenőrző állomásokhoz, és ebből a házi orvosok, illetve a körzeti orvosok ismereteket meríthetnek. A társaság idei őszi konferenciáját Pécset tartották Szent Iványi Bindernapok címmel. A legnagyobb téma, amiről beszélünk, és a legizgalmasabb, ez a prion betegségek, a prionok okozta kórképek. Ezek a prionok hatalmas kihívást jelentenek az orvostudomány, a biológia számára, hiszen nem vírusok, nem baktériumok, nem gombák, hanem fehérjék, fertőző fehérjék, amelyeknek nincs genetikai állománya, egészen különleges, eddig szokatlan módon okoznak a központi idegrendszerben úgynevezett szivacsos degenerációt. A konferencia sajtótájékoztatóján elmondták, Magyarországon még nem fordult elő a szarvasmarhákat érintő kergemarhakor, mely az élenjáró vizsgálati rendszernek köszönhető. Így a legutóbbi két magyarországi megbetegedés nem szarvasmarhától származik. Azt kell tudni, hogy a klasszikus Creutzfeldt-Jakob kór az nem prion okozta megbetegedés. Annak van egy variánsa, a variáns Creutzfeldt-Jakob kór, ami a prionokkal hozható összefüggésbe. Ez a két betegség nem ilyen volt. De a hír az fontos volt, hiszen nekünk minden ilyen hír azt a lehetőséget adja, hogy utána elmondhatjuk, hogy vannak ilyen betegségek, prion betegségek, és egyáltalán rá tudjuk irányítani a figyelmet. A sajtótájékoztatót rendhagyó módon egy kitüntetés átadással kezdték, melyet Budai Sánta Andrea PR menedzser vehetett át a Magyar Vérellátó Szolgálatnak nyújtott segítségéért. A kitüntetést egy későbbi időpontban dr. Toller László pécsváros polgármestere és dr. Kékes Ferenc a Baranya megyei közgyűlés elnöke is átvette. A hátrányos helyzetű gyerekek korai fejlesztésével foglalkozik a Derűs Gyermekkor Alapítvány. A szervezet most 3 millió forintos támogatást kapott a munkájához az Egyesült Államokból. Az alapítványt 1994-ben azzal a céllal hozták létre, hogy a hátrányos helyzetű bölcsődéskorú gyermekeket a szülők bevonásával különböző fejlesztési programokkal segítsék. Ahhoz, hogy segíteni tudjuk őket, és fejleszteni tudjuk, és elő tudjuk készíteni azokat a dolgokat, amelyeket majd használniuk kell óvodába, iskolába, sőt még később a munkába állásukkal, ezek azért köztudottan a 0-3 évben alapozódnak meg. Az egyik fő segítési mód az lenne, hogy a többségi kultúrának a nyelvét kell olyan szintre hozni, hogy később az iskolázottságuknak a lehetősége megnőjön.
A szervezet az Amerikai Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítványtól pályázat útján 3 millió forintos támogatáshoz jutott, melyet programjaik további fejlesztésére használnak fel. Szeretnek a gyerekek ide járni ebbe a óvodába, és elég sokat, hát úgy mondjam, hogy nagyon sokat változtak is. Nagyon szótfogadóak lettek azóta, és hát nagyon szeretnek ebbe az óvodába járni. Szívesen részt vesz azokon a programokon, amelyeket a szülőknek tartanak? Igen, mindig itt vagyok. A program tulajdonképpen egy tágabb komplex programnak egy részeleme, amelyet 98-ra kezdve a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont szakemberével közösen dolgoztunk ki, és ennek a program, aminek az volt a célja, hogy a Pécs keleti területein már egyre komolyabbá váló szlemesedési folyamatoknál érjünk el kedvező eredményeket. Az a cél, hogy nagyobb léptékben és tágabb körben tudjuk megcsinálni, és hosszabb távon főleg. Mi azt mondjuk, hogy ez 15 éves programok tulajdonképpen. Akkor van ennek a programnak vége, amikor azok a gyerekek, akik most a 2-3 éves korukban vagy 4 éves korukban a bölcsődébe járnak, elkezdik idehozni a gyerekeiket, akkor van ennek a programnak tulajdonképpen vége. Holnap tartjuk a dohányfüstmentes napot, így különösen aktuális, hogy a légúti betegségekkel, illetve azok gyógyításával is kiemeltebben foglalkozzunk. Az Aszma Klub mostani összejövetelének két témája volt, az aszma genetikai tényezői, illetve a betegség gyógyításának új gyógyszeres kezelése. Ha úgy osztanák az ötös lottót, mint ahogy a természet osztja ki az aszmát, aszmatikus hajlamot, akkor hóvégén nem lenne hiány a családi kasszában. A Pécsi Aszma Klub novemberi találkozóját ülte 16-án csütörtökön a Munkácsi utcában. A mai Aszma Klub során az aszma genetikai háttéréről fogunk beszélni, arról, hogy bizonyítottá vált már az 50 éves kutatás során, hogy az aszmának is van genetikai faktora, ami befolyásolja a betegség kialakulását a környezeti faktorok mellett. A genetikának az lenne a lényege, hogy felmérjük a betegséget és annak a hátterét. Értem ez alatt az, hogy a családban a családi anamnézist felvegyük. Mivel ez egy krónikusnak számító betegség, tehát ez nem múlik el, ebből meggyógyulni nem lehet, egyensúlyban tartani a betegséget nagyon jól lehet, ezért fontos, hogy ezt valaki figyelemmel kísérje és egyensúlyban tartsa. Mióta küzdködik ezzel a betegséggel? 9 éves korom óta. És mint a doktornő mondta az előadó ma, nekem is földbe játszik ez a genetikai folyamat, mert már nagypapám, édesapám, és most még a gyerekek is észre lehet venni, hogy van bennük hajlam, az aszma, allergia felé. Meg kell, hogy mondjam, nagyon sok jó tanulunk itt, rengeteg, nagyon-nagyon jó orvos, rendkívül jó előadásokat tartanak, és még én is az öreg aszmás létemre még most is van, hogy tanulok belőle. A mi klubunk az egész város összes allergiás betegének a számára nyitva van, bármelyik napon jelenjen meg itt a rendelésen, és az akármelyik orvosnál jelentse be, hogy szeretne belépni. Egy egészen kicsi virtuális tagdíj van, és egy nagyon jól összekötött, összeszokott kis közösség működik. A város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját a Pécs TV híradóját látták. Felhívom figyelmüket, hogy a Pécs TV teletext oldalain folyamatosan olvashatják a legfrissebb információkat. Műsorunkat rövidesen időjárás jelentéssel folytatjuk, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Továbbra is enyhe, különböző nedvességtartalmú léghullámok érkeznek térségünk fölé. Északa változóan felhős lesz az ég, legfeljebb csak kisebb zápor vagy gyenge eső fordulhat elő. Számottevő csapadék azonban nem valószínű. A délnyugati szél mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10-13 fok körül alakul. Holnap felhős és naposabb időszakok váltogatják egymást. Helyenként egy kisebb eső előfordulhat. Napközben megélénkül a délnyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18-20 fok között várható. Pénteken a Dunántúli naplóban döntöttek a vizek felett.
Nem hivatalos információk szerint Kölkett polgárai kapták meg a Béda 1-es, 2-es és 3-as szakaszát. A faluban már a víz leendő hasznosításának terveit szövegetik. Hogy hol és ki nyerte el a baranyai vizek hasznosításának jogát, az azonban csak az illetékes miniszterek jóváhagyása után válik hivatalossá. Euroliga az interneten. A pénteki dunántúli naplóban részletes tudósítást olvashatnak a Panathinaikos Mizo PVSK női kosárlabda Euroliga mérkőzésről.